Önök a Telena magazint látják, Nagy Viktor vagyok, és mutatom is mindjárt mai kínálatunkat. Új konyha főz a gyerekekre. A Tolnai templomban tartották a Pécsi Egyházmegye iskolájának ünnepélyes tanévnyitóját. Fúvós zenekarok találkoztak ismét a Brass Vegas Fesztiválon. Jól indította az őszi szezont a Tolna Városi Labdarúgó Klub. Hosszú éveken át ugyanaz a tolnai konyha látta el a gyermekek közétkeztetését. Az utolsó 7 évre szóló szerződés lejárta után a városnak kötelezően közbeszerzési eljárásban kellett meghirdetnie a szolgáltatást, melyre új jelentkező is érkezett, aki lényegesen olcsóbb ajánlat talált elő. A döntéshozóknak nem volt mérlegelési lehetősége, így a tanév kezdetétől egy bonyhádi vállalkozás szállítja az ebédet a tolnai közoktatási intézményekbe. Minden önkormányzat arra törekszik, hogy lehetőleg a saját településén élő vállalkozásokat hozza a helyzetbe. Így volt az a közétkeztetés területén évtizedeken keresztül, egészen pontosan 30 esztendeig egy közkedvelt, itt működő konyha főzte az ebédet a kisiskolások számára. Ám az idei esztendőben egy 7 éves szerződéssel járt le a tolnai önkormányzatnak a diákétkeztetést ellátó helyi vendéglátó céggel. A törvény szerint közbeszerzési eljárást kellett kiírnie a következő ciklusra. A szabályok szerint mérlegelés nélkül a jobb ajánlatot tevőt kellett választania a testületnek. Azért speciális Tolnán a gyermekétkeztetés, mert a Széchenyi iskolások, tehát akik bent a városközpontban járnak iskolába, ott fizikailag nincs konyha. És azt gondoltuk, vagy legalábbis arra számítottunk, hogy így aztán nem is tudja senki más megoldani. Ettől függetlenül bepályázott úgymond egy konzorcium, budapesti vagy Budapest környéki cégek konzorciuma, és egy meglepő módon egy viszonylag alacsony, vagy legalábbis a mostaninál, akár az eddiginél egy lényegesen olcsóbb ajánlatot adott. Úgyhogy nagyon sajnáltuk valamennyien, hiszen egy tolnai vállalkozó volt korábban, és nyilván neki ez nagyon nagy érvágás, de az önkormányzat akkor, amikor egy nyílt közbeszerzési eljárást folytat le, akkor egyáltalán nincs is mérlegelési joga, tehát azt teheti meg, hogyha mind a kettő érvényes ajánlatot ad, tehát mind a két ajánlattevő érvényes ajánlatot ad, azt egyébként, hogy ki ad érvényes ajánlatot, azt egy szakértő bizottság állapítja meg, tehát azt sem mi, vagy nem én, vagy nem a képviselőtestület állapítja meg. Tehát ha érvényes az ajánlata, akkor az olcsóbbat kell választanunk. Az önkormányzatnak is az az érdeke, hogy minél olcsóbban elő tudják állítani a szolgáltatást, és a családok kasszáját se terhelje túlságosan a gyerekek étkeztetése. A számítások szerint a győztes ajánlat a következő két esztendőre 200 millió forint megtakarítást jelent az önkormányzatnak. Az ebédet, illetve annak egy jelentős részét a bonyhádról fogják ide szállítani. Értem ez alatt az összes óvodát, tehát az összes óvodának az ebédét, tizoraiját, uzsonnáját bonyhádról szállítják, ott főzik meg, illetve az iskolák közül a Vosinszki iskolájét. A másik tolnai iskola ellátásához a nyertes pályázó alvállalkozót vont be, de ennek ellenére minden gyermek azonos áron kapja majd az étkezést. Nem kell a szülőknek többet fizetniük, ez nyilván a várható gazdasági nehézségekre számítva azért egy nagyon fontos dolog, és az önkormányzatnak is egy ilyen közel 10 millió forint megtakarítás, tehát a másik ajánlattevővel szemben ennyivel olcsóbban tudják adni az ételt. Azért alakult ki ilyen érdekes helyzet, ami mind a kettőnk, vagy mindannyiunkban azt gondolom, hogy ilyen részben jó, részben pedig rossz érzéseket keltett, mert hogy fájó, hogy egy tolnai vállalkozás ezzel egy jelentős piacot veszít. De még egyszer mondom, hogy az önkormányzat költségvetése szempontjából várhatóan, mert hogy mi is nagyon komoly gazdasági nehézségek elé nézünk, nagyon sokat számít ez a közel 200 millió forint a két év alatt. Amiért olcsóbban tud egy ilyen nagy cég dolgozni, az, hogy több mint 40 ezer adagot főznek ők naponta. Most ehhez nyilván egy 1000-1200 adagos konyha ezzel együtt nem tudja felvenni a versenyt. Tehát nyilván sokkal gazdaságosabb nagy konyhákat üzemeltetni, ezért is hozzák bonyhádról és nem főznek itt. Az oktatási intézményekben dolgozókat az új szolgáltató átvette. Így a gyerekek a megszokott arcokkal találkoznak majd az ebédeltetés során. A most leköszönt helyi szolgáltató a szociális étkeztetést a továbbiakban is végzi.
Tolnán tartották a Pécsi Egyházmegye közoktatási intézményeinek tanévnyitóját. Az eseményen Novotné Bán Erzsébet igazgató mondott ünnepi beszédet. Ezt követően pedig szentmise vette kezdetét, amely során Felföldi László püspök prédikált. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium idén ünnepli a fenntartóhoz való tartozás 6. évfordulóját. Novotné Bán Erzsébet igazgató köszöntötte a megjelent vendégeket, a tantestület tagjait, a szülőket és a diákokat. A vendégek közül többen a Tolnai Gimnázium öreg diákjai, de a kötődés, a kapcsolat megmaradt. Legyen szó a kormányhivatal főigazgatójáról, vagy a megyei főügyészről, vagy a tolnai Káritás csoport vezetőjéről, vagy a városi edzőjéről, vagy az imént orgona játékával bennünket gyönyörködtető fiatalemberről, vagy jelenlegi diákjaink szüleinek jelentős részéről, no és persze a tantestületünk többik feléről. Tehát egy kisváros, családias, egymásra figyelő, egymás segítő közösségének idősebb és fiatalabb tagjai ülnek most a Tolnai templom vacsoráiban. És immár 6 éve gimnáziumunk a Pécsi Egyházmegye közoktatási intézményeinek közösségébe is tartozik, ami újabb értékekkel, kapcsolatokkal gazdagította ezt a viszonylag kis közösséget. Az iskola világában a bizalmon alapuló kapcsolatok építése, erősítése segíthet abban, hogy kedvet, erőt, hitet adjunk egymásnak az iskolai mindennapokhoz, a továbblépéshez. A harmadik rész. A ceruza mindig hagyja, hogy kiradírozzuk azt, amit elmondott. Megérti, hogy ha kijavítunk valamit, amit rosszul csinálunk, az nem szükségszerűen rossz, épp ellenkezőleg. Fontos, mert az igazság útján tart minket. Negyedik erény. A ceruzában nem a fája, a külső formája a lényeg, hanem a grafit, ami benne van. Ezért mindig törődj azzal, ami a belsőben történik. Egy tanár számára a megtalált hivatás gyakorlása nehéz, olykor küzdelmes feladat. De örömmel és a mégis érdemes érzésével tölt el bennünket, ha diákjaink megtalálják, megállják le őket a világban. Hogy mitől küzdelmes ez a hivatás? Attól, hogy nap mint nap meg kell felelnünk, elsősorban önmagunknak, aztán diákjainknak, a szülőknek, a szűkje, tágabb közösség elvárásainak. Az igazgató hozzátette, hogy mindez nem sikerülhet erős hivatástudat, kellő alázat és a folytonos megújulásra való képesség nélkül. A szülők részéről jogos elvárás, hogy gyermek biztonságban, támogató közösségben legyen az iskolában, ahol következetesek, ugyanakkor megértőek velük szemben. Tehát ahol a nevelés legalább annyira fontos része az iskolai életnek, mint a tudás, a gondolkodás fejlesztése. Az intézmény vezető ünnepi beszédét követően szent mise vette kezdetét. Nagyon nagy örömmel és szeretettel köszöntök mindenkit, meghívott vendégeket és mindazokat, akik most valóban évnyitót tartanak. Tudom nagyon jól, hogy diákok és tanárok vágyva vágytak erre a napra, és erről álmodtak már hónapok óta, hogy végre mikor kezdődik újra, és mikor találkozunk, és egy kis zsivaj betölti az iskola folyosóját. Hát eljött ez a nap, és ünnepelhetünk, és lendületesen, és örömmel kezdhetünk, hogy újra valahol gazdagodjon életünk, szívünk, szeretetünk, jóságunk. Munka lesz. Senki ne állítson senkit, izzadság lesz, egyszerű tanár nálunk csak egyszerűen annyit mondott, jövő órán vérfürdő lesz. Tehát egy biztatásképpen azért erősíteni kell a hitünket, és azért kell imádkozni és kell gondolkodni együtt, hogy az Úr szeretetében legyünk. És ennek a titka az a mi, ami a lélek belül, és
ezért köszönöm nagyon, hogy így együtt imádkozva kezdünk. Ez minden tevékenységünk, munkánk azon múlik, hogy háttérben, ott belül mi van, ami ott láthatatlan, de a munkánkban láthatóvá fog válni. Felföldi László püspök prédikációjában kiemelte, a pedagógusok küldetése a tanítás, a nevelő munka. A rájuk bízott gyermekek életét és sorsát nagyban meghatározza, ahogy a tanáraik jelen vannak a mindennapjaikban. Most rövid reklám következik, majd az ismét nagy sikert aratott Brass Vegas Fesztiválon készült felvételeinkkel folytatjuk a Telene magazint. Maradjanak velünk! Autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedresi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Ismét fúvózenétől volt hangos két napon át Tolna. Az ifjúsági fúvózenekar kezdeményezésére indult el évekkel ezelőtt a Brass Vegas Fesztivál, melynek menetét a Covid ugyan megakadályozta. De az esemény olyan népszerű volt, hogy amint lehetett, a zenekar ismét összetrombitálta a muzsika csinálókat. Jól indította az őszi szezont. Szóltakad ezek a Tolnai utcán, és akik fújták az idei Brass Vegas Fesztivál fúvózenekari napjának résztvevői. A kezdeményezés 7 esztendős, igaz ebből 2-t meghiúsított a Covid-járvány, de fiatal kora dacára a zenei találkozó belopta magát a tolnaiak szívébe, amit az is jól mutat, sokan kísérték az utcán masítozó muzsikusokat. Annak idején Tari Gergely, az ifjúsági fúvózenekar vezetője találta ki a Brass Vegas Fesztivált annak érdekében, hogy népszerűsítse a műfajt. Én azt gondolom, ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy más zenekarok munkáját megismerhessük, kiépülhessenek olyan kapcsolatok, amikből mindenki kamatoztatni tudja a szakmai tudását. Úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség erre. És hát jó kapcsolatok alakulnak ki ilyenkor, mindig nagyon jó buli szokott este lenni, úgyhogy nagyon élvezzük ezt csinálni. Természetesen a szervezés része az minden évben kihívás. Nyilván az anyagi hátterét elő kell teremteni, mindenre kell gondolni egyszerre, tehát hogy legyen mosdó, legyen büfé, legyen minden. Úgyhogy ez nyilván valamilyen szinten kihívást jelent, de hát Istennek most már nem az első, amit rendezünk, úgyhogy már megvan a rutin, hogy miután mi következik, és akkor így egyszerűbb a dolgunk már. A
Az évek alatt a Las Vegas átlépte a határokat, idén is érkezett partner zenekar Tolnára, egészen pontosan Szabadkáról. A szabadkai zenekar már hát idestova 53 éve működik. Egy régi világból, egy pionír zenekarból növekedett ki, úgymond a zenekar. Hát tehát amatőr zenekarról van szó, de mindig jó kapcsolatot ápol a helyi zeneiskolával, tehát így középiskolások és alsófokú zeneiskolások is erősbítik a zenekart, valamint egyetemisták és akár profi zenészek, tanárok is. Már egy viszonylag elég régi kapcsolat fűz minket Tolnához, a karmester Tari Gergellyel a kapcsolatunk már ugye régóta tart, hát nagyon örülünk, hogy ez a kapcsolat folyamatos, és hát nagyon örülünk mindig, amikor el tudunk ide jönni. És természetesen a legfontosabb ebben a közös program, a közös játék. Ők is voltak már nálunk vendégek Szabadkán, úgyhogy nagyon nagy öröm, amikor ide jövünk, mert nagyon jó a hangulat, és nagyon szívesen fogadnak minket. Ez egy külön, így lehet így fogalmazni, tehát egy külön program, hiszen erre készülünk, tudjuk, tehát mindig előre meg vagyunk hívva, és akkor egy óra hosszás műsorral készülünk. Valójában a menetelésre is külön természetesen, hisz nem minden fesztiválon vagy találkozón ugye adott a lehetőség a menetelésre, ugye arra külön készülünk. Az egy más hangulat, amikor vonulni kell az utcán és muzsikálni. Ez nem jobb vagy nem rosszabb, mint a színpadon lenni, csak másmilyen, mondta Tari Gergő. Itt ez egy kicsit ilyen karneválibb hangulat, ugye direkt akartunk egy ilyen felvonulást, hogy meglegyen ez a karneváli hangulat. A színpadi rész az pedig egy teljesen más, ott ugye egy kicsit úgy megvan a komolysága a dolognak, ott azért megvannak a színpadi trükkök, hogy mit kell bevetnünk, úgyhogy ennyiben más a kettő. Tolna befogadta a Las Vegast, mondja a karnagy, ami talán nem is véletlen, hiszen a fúvózenekar önmagában is nagy népszerűségnek örvend a városban. Nagyon jó visszajelzések érkeznek így az emberektől, akik részt vesznek a fesztiválon. Egyre több ember látogat ki hozzánk, ennek nagyon-nagyon örülök, és hát azért tegnap is, ugye pénteki napon beszélgettem pár emberrel, és mondták, hogy nagyon jó a fesztivál, és hogy miért nem több napos, és hogy hívjunk meg még több zenekart, úgyhogy úgy szép irányba haladunk. Azt senkit sem lepett meg, hogy SpongeBob vagy a Marvel filmek muzsikája is megszólalt a koncerten, hiszen aki ismeri a tolnaiak repertoárját, tudja, hogy előszeretettel nyúlnak a filmzenék világához. A fesztivál, ha minden jól megy, egy kicsit átalakul majd. Szombat és vasárnap szerveződik jövőre, annak érdekében, hogy még több látogatót elérjen. És várhatóan előteljesebb része lesz a programnak a jazz muzsika is. Jól indította az őszi szezont a Tolnavárosi Labdarúgóklub. A fiúk két fordulóból eddig mindkettőt megnyerték, ettől függetlenül nem számítanak könnyű idényre. Már két fordulót lejátszott az idei megyei másodosztályú bajnokságban a Tolna VFC együttese. A fiúk intenzív nyári felkészülési időszakon vannak túl. Pihenőnek nem nevezném, mert azért időben indultunk. Hát elég kétségek közt, tehát ez a nyári felkészülés. Borzasztó nagy volt a játékos mozgás. Hát alapvetően 5 vagy 6 kezdőszintű játékost veszítettünk a nyáron. Hát dolgoztunk az ő pótlásukon, kisebb-nőbb sikerrel.
Nincsenek tehát könnyű helyzetben a tolnaiak, jó hír viszont a szurkolóknak, hogy a csapat úgymond kemény magja nem váltott klubot. Úgy látom, hogy a hozzáállással nincs gond, meglátjuk, hogy ez mire lesz elég, eddig két forduló telt el, két győzelemmel, hál' Istennek, de nagyon izzasztó meccseink voltak, szóval erre számítunk a szezon további részében is. Nehéz meccsekre számítanak a tolnaiak az idei fordulók során. A cél most, hogy minél előbb és minél hatékonyabban építsék be az új játékosokat. Megszokják a légkört, megszokják az elvárásokat, mindenki más állapotban érkezett. Van, aki focizott régen is, egy kicsit elő kellett szedni a régi dolgait, de van, aki nulláról indította ezt az egész sportot. Ezért ez nem ugyanaz a szint, nem ugyanúgy kell hozzáállni sem az edzőnek, sem a játékostársaknak. Igazából arra törekszünk, hogy mindenki jól érezze magát, de ennek a keretnek az egyetlen erőssége lehet, hogyha fizikálisan, maximálisan mindent kiad magából, mert az hozhat eredményeket. Úgy gondolom, hogy ebben az osztályban egy hajtós jó csapat ott lehet az első hatban. Egyelőre nem számolnak címvédéssel a Tolna VFC vezetőségében, de ez még könnyedén változhat, hiszen az együttes az első két mérkőzését győzelemmel zárta. A tavalyi szezonban csak a nagymányoktól kapott ki a csapat, szeretnének idén revansot venni, ez viszont egészen biztosan nem lesz könnyű feladat. Ha jól láttam, akkor a Májak nagyon jól erősített, már megye egyes szintű kerettel rendelkezik, és olyan gárdával, olyan edzői gárdával van mögöttük, akik már az elmúlt 3-4 évben nagyon felkészítették őket, mi pedig ilyen szempontból inkább gyengültünk, nem fogjuk olcsó adni a bőrünket, az egészen biztos, de jelen állapotomban azt gondolom, hogy egy maximális szoros mérkőzésre vagyunk jó. A Tolna VFC legközelebb a Madocsát fogadja hazai pályán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!